Sziasztok! Ebben a videóban egy népdalt, igen, egy népdalt fogunk megnézni közelről. A világ egyik leghíresebb népdala minden valószínűség szerint a Misirlu. Ez egy egyiptomi, keleties zenére íródott görög szövegű népdal, vagy legalábbis az egyetlen szöveg, amit ismerünk ehhez a zenéhez, az egy görög nyelvű szöveg, és az a címe, hogy Misirlu. Hogyan is lett ennyire híres ez a dal? Egy bizonyos Dick Dale nevű fickó jön itt a képbe. Ez a Dick Dale nevű csávó egy amerikai surf rocker zenész volt. Ő készített belőle egy nagyon modern rock and roll verziót. Nagyon érdekes összehasonlítani ezt a két értelmezést, ugyanis a népzenei variáció, az eredeti, az lassú, megfontolt, varázslatos és szöveges. Ez az új felfogás, ez pedig nagyon gyors, energikus rock'n'roll hangulatot áraszt magából, és nincs hozzá szöveg. Érdemes meghallgatnotok mindkét verziót, mert mind a kettőt meg fogjuk nézni közelebbről. A linket megtaláljátok a leírás dobozban a videó alatt. A dal kettő versszakból áll, mindkét versszak két sorból áll, az első két sor fölfelé emelkedik, a második két sor pedig lefelé ereszkedik. A rock and roll verziót nézzük meg először. Ha jól megy a tremolo picking, akkor nagyon könnyű dolgod lesz, ehhez ugyanis erre a technikára van szükség. A tremolo picking lényegében azt jelenti, hogy iszonyatosan gyorsan kell pengetni, reszelni a gitárhúrokat. Valahogy így. Az első versszak első sora ismétlődik, tehát azt kétszer kell eljátszanunk. Ez ugye az emelkedő rész, az alaphangról egészen a kvintig jut el a sor végére a dallam. A harmadik és a negyedik sor pedig ereszkedik, először a hatodik, majd az ötödik fokról táncol lefelé a dallam. Valahogy így. Na és nézzük a második versszakot. Ebben már nincs ismétlődés, úgyhogy az első két sort, ami emelkedik, egyben fogjuk megnézni. A harmadik és negyedik sor itt is ereszkedik. Itt az oktávról, tehát egy nagyon magas hangról jutunk vissza az alaphangra, ahol egyébként az egész zenei történet indult az első versszakban. Na és akkor nézzük meg a másik értelmezést, a lassabb, népiesebb, varázslatosabb verziót. Ehhez egy akusztikus gitárt érdemes elővenni, és egészen más felfogásban érdemes a pengetéshez fogni. Ebben az arranzsálásban, ebben az értelmezésben egyszerre fogjuk játszani a kíséret akkordját, valamint a dallamot, amit a rockos verzióban is megnéztünk. Az első versszak a következőképpen épülhet fel. A második versszakot pedig így játszhatjátok. Mm-hmm.
fontos tanulsága van ennek a történetnek. Az egyik, hogy a népzene az nagyon gyakran meghatározza a modern zenét, nagyon gyakran vannak népzenei gyökerei azoknak a zenéknek, amiket ma a pop, rockzenei műfajokban hallhatunk. Ez az egyik nagy tanulság, a másik pedig az, hogy egy zenét nagyon-nagyon sokféleképpen lehet előadni. Lásd például ez a dal, amit most megnéztünk, szinte semmi hasonlóság nincs a két felfogás között, noha a dallam teljes mértékben megegyezik. Nagyon sokféleképpen lehet tehát eljátszani egy zenét. A kérdés az, hogy ti hogyan szeretnétek zenélni, hogyan tudnátok például ezt a dalt a saját képetekre formálni. Hogyha erre van variációtok, akkor vegyétek fel, és kommenteljétek hozzá ehhez a videóhoz.